Üdvözöllek benneteket! Mielőtt kezdeném a három kérdőjeles jóslást, szeretném megköszönni a jó kívánságokat, a tanácsokat. Ez nagyon jól esett nekem, köszönöm szépen. És most áttérek a tartalomra, a három kérdőjeles jóslás április 28-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kártya ott fent megadja a választ arra, amit kérdeztem, mégpedig mi volt a kérdés, mik az ő gondolatai. A csillagok szerencsét hoznak, és ő ebben a szerencsében bízik. Amit ez a kártya még jelenthet, asztrológia vagy egy spirituális terület, lehet, hogy őt most ez a téma érdekli, vagy te foglalkozol ezzel, és emiatt ő most ezen elgondolkozik. De mi áll a csillagképekben? A sorsunk. És ő ennek tudatában van, hogy a kapcsolat kettőtök között nem egy véletlen találkozás volt, hanem ez benne van a sorsok könyvében, meg van írva a csillagképekben, azon kívül a korsók is mutatnak valamit. Az aranykorsó szimbolizálja a napot, tehát a férfiasságot, és az ezüst korsó szimbolizálja a holdat, tehát a nőies energiát. És itt most így egy hangban vagytok, mint ahogy ez a hölgy mutatja itt, hogy ki önti a korsóból ezt a vizet, így összefonódik a nőies és a férfias energia. És így egy hangban vagytok, és ő tervez valamit. A második kártya mutatja az ő érzelmeit. Ez a kártya a halált jelenti. Előfordulhat természetesen, hogy van nála egy örökösödési ügy, vagy valaki elbúcsúzott az életéből, és emiatt olyan bánatos, lehet, hogy ezért keresi így a csillagképekkel a kapcsolatot, valahogy megvan még ez a kötődés. De a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez a kártya arra utal, hogy ő most lezár valamit az életében. Vagy elbúcsúzik a múlttal, az is lehet, hogy lezár egy párkapcsolatot, vagy ha munkahelyi témákról van szó, akkor ez lehet egy felmondás, és keres egy új munkahelyet. Tehát lehet egy ilyen pozitív jelentése is ennek a kártyának. Mivel itt ezen a második helyen érzelmekről van szó, akkor milyen érzelmektől búcsúzik el? A félelmektől, a bizonytalanságoktól, és akkor ennek van egy jó hatása. A következő kártya azt mutatja, hogy mit közöl veled. Ezen a kártyán látható a nulla szám. Ennek is van egy jelentése, mégpedig utal az ő ötleteire. De hogy valósítsa meg? Nem tudja. Mert nem tudja azt, hogy mi következik. Tesz egy lépést előre. Lehet, hogy még ott van a talaj a lába alatt, de előfordulhat az is, hogy lezuhan a mélybe. Fogalma sincs arról, hogyha ő elmondja a terveit, hogy te mit szólsz hozzá. Például, ha változtatni akar a munkahelyén, lehet, hogy ez téged lelkesít. Vagy azt válaszolod, inkább őrizd meg a munkahelyedet, a
mai helyzetben nem könnyű egy új munkát találni, légy óvatos. Igen, erre utal ez a kártya, az óvatosságra. A kutya is ott fogja a lábát, mintha mondaná neki, gondolj át mindent, hogy cselekszel, nem tudhatod, hogy mi vár rád a jövőben. Ez utalhat bizonytalanságra, de még valamit jelent ez a kártya, vagy a könnyűséget, mint ahogy ez a fiatal férfi itt mutatja, és hisz abban, hogy minden jóra fordul, vagy jelentheti a könnyelműséget, amikor meggondolatlanul cselekszik. Te segíthetsz neki a tanácsaiddal. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen a kutya látható, és ez utal a baráti körre. Lehet, hogy itt hoz ő most döntéseket és kapcsolatokat lezár, mint ahogy a második képen a halál erre utalhat, hiszen szimbolikus jelentése is van a kártyáknak. De ha megtekintjük a harmadik képet, ott is egy kutya látható, aki vigyáz rá, fogja a lábát, és minthogyha mondaná, vigyázz a lépéseidre, erre is utalhat a napi kártya. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!